Igazi koncertélményben volt része a budakalászi közönségnek. Na és Ebinger Mónika kiállítását látták már? Köszöntöm nézőinket! Nos, több műfajban mutatkozott be a tárkányművek a budakalászi közönségnek, nem csak korábbi szerzeményeikből, hanem a pár hónapja megjelent új lemezük dalaiból is válogattak. Jazz, népzene, blues, folk rock, chanson. Egy koncerten hallgathatta a különböző zenei műfajokat a budakalászi közönség a múlt héten a tárkányművektől a Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtárban. Folyamatos játék a dallammal, a szöveggel, amit a több mint 10 éve alakult zenekar közvetít közönségének. Az együttes legfrissebb albumáról, a Csendes folyóvízről is megszólaltatott néhány szerzeményt budakalászi koncertjén. Egy magyar népzenei alapú világzene. Vagyis hát a magyar népzenét, hát így a mai zenei hatásokkal, hát hogy is mondjam, most azt akartam mondani, hogy elegyítjük, de ez igazából nem jó szó, hanem inkább az van, hogy ezek a zenei hatások jelen vannak, és akkor ezt mi így próbálunk így rendet tenni benne, és valahogy ezt így megpróbáljuk integrálni a magyar zenébe. Talán ez a jó megoldás, ez a törekvés. Bár ez nyilván nem egy zenekarnak a feladata, hanem egy komplett nemzeti kultúrának a feladata, de hát mi ezt valami ilyesmit próbálunk. Nehéz erre válaszolni, hogy ilyen szempontból, hogy milyen a zene, mert ez így van, ahogy vannak olyan dalok, ahol a zene saját, és a szöveg, például vers, valamelyik költő, Adi, József Attila, Pilinszky, nagyon sok költőt feldolgoztunk már az évek alatt. Hát van olyan, amikor saját szöveg van, és az mondjuk egy népdalra van ráillesztve, van, amikor egy jazz standard van feldolgozva, amire egy népdalszöveg van rárakva, szóval nagyon sokféle variáció van, amikor popsláger, nemzetközi popslágerre van, magyar, hát nem fordítás, de hangulatában hasonló szöveg, amit én írtam, szóval nagyon sok megoldás van olyan dal is, ami teljesen eredeti, olyan szempontból, hogy én írtam a zenét, én írtam a szöveget is. Tehát, hogy ez minden egyes dalnál más. Fájdalmat homlokom ráncaiban,
simít a kezed. Úgy szeretlek, úgy összecsiszolódva, mintha egyszer már együtt megöregedtünk volna. Úgy szeretlek, víz a medre. Úgy szeretlek, tűz az ága. Adi Endre, József Attila, Babits Mihály, Lackfi János, Pilinszky János és mások versei is megjelennek a dalokban, amik a saját szövegek megszületését is inspirálják. Többször csatlakoznak vendégművészek a zenekarhoz a koncerteken, akikkel közösen is formálódik egy-egy dal. Igyekeztem olyan embereket hívni így az évek alatt, akik azért olyan inspirálóak, tehát hogy akiknek a zenéjét szeretem, szeretjük, aki valamilyen módon tud ehhez kapcsolódni, integrálódni ebben, mert azért voltak az évek alatt olyan megkeresések, amikor mások szerettek volna velünk együtt dolgozni, amire azt mondtam, hogy hú, hát ez túl távol, én nem igazán látom a közös nevezőket. Tehát, hát igen. Tehát mindig olyat kerestünk, akivel valamilyen személyes, művészeti kapcsolat azért ki tudott alakulni. Van, amikor az előadó kijön velünk, hogyha ő zeneszerző, akkor hozza a saját számát vagy ötletét. Van, amikor a mi számunkhoz nyúlunk hozzá, de ahhoz ő hozzáadja a saját ötletet, tehát tulajdonképpen átdolgozunk a saját számunkat. És van olyan is, amikor meg teljesen újat hozunk létre együtt, tehát hogy ebből is, hát ez a mikor, hogyan ki a lépés, vagy mikor mi adja magát, tehát azért ez mindig egy ilyen nyitott dolog, tehát nem lehet egy zenészt megtámadni azzal, hogy na figyelj, itt van ez a dal, ebbe ezt csinál, tehát ez nyilván nem így működik, hanem úgy működik, hogy szia, mi lenne, ha csinálnánk közösen valamit, én esetleg például most pont készülünk a Petőfi akusztik felvételre, ami egy ilyen hónap múlva lesz körülbelül, és akkor arra most nem akarom lelőni a poént, hogy kikkel akarunk ott együtt dolgozni, hát lesznek ott meghívott vendégek, és hát velük is ugye ez van, hogy például az egyik srácnak elküldtem énekes srácnak elküldtem két dalt, és neki az a két dal nem igazán jött be, és viszont cserébe meg azt mondta, hogy de figyelj, van ez a harmadik dalotok, na az nekem viszont tetszik, mi lenne, azt csinálnak. Jó, hát akkor csináljuk azt. Szóval hogy ez mindig egy ilyen interaktív dolog, úgyhogy mindig ahogy ez kijön, ez a lépés, ahogy ez adódik. Ugye attól is függ, hogy milyen hangszeren, milyen ének, tehát férfi ének, női ének, már, tehát hogy nálunk női énekesek vannak, egy férfi énekes például jól tud ezzel passzolni. Ha egy női énekes van, akkor például mondjuk a mi énekeseink kicsit, akkor kiszorulnak belőle, ami nem baj egy szám erejéig, csak hát akkor megint más, tehát emiatt ez így mindig változik ez a dolog, hogy hogyan. Kedvenc hely, igen, erre azért nehéz válaszolni, én már gyerekkoromban is gondban voltam, amikor megkérdeztek, mi a kedvenc színem, és akkor kitaláltam, hogy a kék, mert annyit kérdezték, meg utána a kamaszkoromban is gondoltam, hogy mi a kedvenc zenekarod, arra például ki sem találtam semmit, mert már untam ezt a kérdést. Hát nehéz erre válaszolni, én szeretem a... Hát én nagyon szeretem, amikor ilyen, hát ilyen jó színpad technikával, jó színpadi körülmények között tudunk fellépni, ilyen kicsit ilyen színházi körülmények, jó világítás, jó hang, ez kevés helyszínen adott. Szeretem ezeket egy kicsit így megszenírozni, az ilyen típusú előadásokat, az is nagyon jó. De egyébként meg nagyon szeretem a kis falusi fesztiválokat is, amiknek olyan, hát ez a kis helyi hangulata van, tehát olyan kis helyi, az ilyen egyszínpados kis fesztiválokra gondolok, ahol ugye az embert úgy szívesen látják, az egész egy olyan emberi léptékű, úgy egy kicsit olyan a közönség is, meg a rendezők is, meg a zenekarok is, egy kicsit olyan mindenkit ismer hangulat, én azt is nagyon szeretem például. Minden helyszín más és más.
Mindenhol lehet jó koncertet összehozni, de fontos a jó technika az igazán jó hangzásért a zenekarvezető szerint. Tárkány Kovács Bálint azt is elmondta, hogy a vendégművészek külön szint visznek minden egyes előadásba, többi között dolgoztak már együtt. Szörényi Leventével és Szvorák Katalinnal, Szirtes Edina Múkussal, Pál István Szalonnával, Miklósa Erikával, Fehér Balázssal, a Modern Art Orchestrával. Leginkább elsősorban az új lemezről, a Csendes Folyó Víz lemez, az a legutóbbi lemezünk, ez kb. Egy éve jelent meg, arról hoztunk most dalokat. Leginkább hát, és a régi, korábbi lemezekről meg összeszedtünk olyanokat, amiket a közönség azért igazából mindig kicsit elvárt tőlünk, hogy azért eljátsszuk azokat a régi slágereket, amiket ők ismernek és szeretnek, úgyhogy azokból is hoztunk. Az énekes pacsirtánk, ő Fekete Borbála, a vokalistánk és fuvolistánk Viszkeleti Júlia, a Brácsánál Fekete Márton, aki Fekete Borinak egyébként a bátyja, aztán a gitárnál Hámori Máté fog velünk muzsikálni, Lelkes Tibor, ő most ma egy vendég, ő fog bőgőzni, Lelkes Tibor, és azt hiszem, hogy már csak magamat hagytam ki, én magam, Tárkány Kovács Bálint fogok cimbalmozni. A kávé illat, igaz, Bálint? Mindenki szereti a kávét, igaz? Lehet táncolni egyébként, van hely. Mikor először láttalak, egy kávézóban ébrendeltél, odaültünk hozzátok, a pincértől meloncst kértél, úgy szállt az illat, úgy szállt, s a tekintetünk egymásra talált.
amikor itt voltál. Ágyba vittem a teljes kávét a téli hajnalokon. Oda voltunk az illatáért, szállt az illat, az szállt, és betöltötte a szerelmünk a szobát. Miért, miért, miért? Víz hangzik csak a fejem. Kiért, kiért, kiért? Hagytál el engem. Úgy fáj a szívem, úgy fáj, még érzem a szerelmünk illatát. A levelek holnak, amerre járok, mióta elmentél. Kódorgok az őszi utcákon, a múlt vissza nem tér, bár elrejtene hulló fa levél. Mióta elmentél, éberen nézem a csillagokat, az ágyunk fölött az űrbe. Tekint föl a tetőablak, fáj, minden úgy fáj, a kávés csésze a szőnyegre borult már. Miért, miért, miért? Víz hangzik csak a fejem. Kiért, kiért, kiért? Hagytál el engem. Úgy fáj a szívem, úgy fáj, még érzem a szerelmünk illatát. Ablakom üvegén, az eső cseppeken mélázok, mióta elmentél, csak az emlékeimmel bénázok. Fáj, minden úgy fáj, bár üzenhetnél, bár csak felhívnál. Mióta elmentél, könnyed csak a kávé illat, mióta elmentél, vakítanak a fehér falak. Fáj, minden úgy fáj, a tekintetem semmit sem talál. Miért, miért, miért? Víz hangzik csak a fejem. Kiért, kiért, kiért? Hagytál el engem. Hogy fáj a szívem, úgy fáj, még érzem a szerelmünk illatát. Miért, miért, miért? Víz hangzik csak a fejem. Kiért, kiért, kiért? Hagytál el engem. Hogy fáj a szívem, úgy fáj, még érzem a szerelmünk illatát. Önök ismerik a kék túrát? Nos, Ebinger Mónika biztosan, hiszen a túra útvonalon készült fotóiból nyílt kiállítás a Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtárban. A fotókon keresztül mutatja be a nézőközönségnek a természet csodáit. Négy évszak a kék jelzésen. Ezzel a címmel nyílt meg Ebinger Mónika kiállítása április 1-én pénteken a Kós Károly Művelődési Házban. A tárlaton a fotós kék túrán készített fényképei láthatók. A kiállított felvételeken a híres túraútvonal természeti és épített szépségeit is megcsodálhatjuk. Én hobbi fotósnak tartom magam, mert nem tanultam a fényképezést, és csak úgy magamtól, egy érzéssel csinálom a dolgokat. Ez már a második kiállításom. Az első az talán 2016-ban volt. Azt mondanám, hogy akkori életműanyagom, az még a filmes géppel készült képekről, ez most már a digitális géppel készült képeknek az anyaga, és ez most a kék túra a téma, és hát a barátok, akikkel együtt túráztunk, azok most el fognak jönni, megnézik a megnyitót, és hát remélem, hogy a vetítést is, és hogy tetszeni fog nekik. Mónika fényképei mellett Laták Rudolf modell autógyűjteményének darabjait is ezen a napon mutatták be a faluházban. A kettős megnyitó azért is volt különleges, mert a két kiállító jól ismeri egymást. Sok olyan túrán vettek részt közösen, amelyeken Mónika a fotóit készítette. Azért is szerveztük ezt a két megnyitót egy időpontra és egyszerre és ebbe a terembe, mert ugye a közönség nagy része ugyanaz, tehát hogy nagy az átfedés. Ugye a Móninak és a Rudinak az ismerősei jó részt ismerik egymást.
És azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó dolog, hogy tulajdonképpen olyan emberek, akik más területről ismerik egymást, most a Móninak és a Rudinak egy egész más olyan arcát is megismerhetik, ha csak nem ismerték eddig, ami számukra is meglepetés lehet, vagy újdonság. És egyébként, bár én is így vagyok ezzel, holott korábban tudtam, hogy a Móni fotóz, hiszen minden tájfotó eseményen ott van és fényképez, és itt már volt is egy kiállítása pár évvel ezelőtt, de amikor mondta, hogy a Kék Túra útvonalról készített fotói, ugye, hogy az egy külön gyűjtemény, akkor kaptam az alkalmat, hogy ezt meg kell csinálni. És amikor egyszer pont a Monival, a Rudi lakásánál jártunk, vagy házában jártunk, és akkor ott egy tájfotó verseny után, és ott beléptem, és láttam, hogy ott van az a rengeteg gyönyörű modelljármű, akkor így megfogant a gondolat a fejemben, hogy hát akkor ez egy ilyen közös kiállítás lehetne egy időben ebben a műveledési házban. Egyébként ugye a Móninak a fotói itt láttátok fönt a folyosón, de lent a kávézóban is kérlek nézzetek körül, mert ott is vannak legalább ugyanennyi csodálatos fénykép. Mónika 2014 és 2018 között teljesítette először az útvonalat. A kezdeti bizonytalanságok ellenére már a félig meddig életformájának tartja a kék túrázást. Én eleinte egyáltalán nem gondoltam arra, hogy nagy hátizsákkal fogok majd túrázni valaha is. Hát még bolondnak is tartottam azokat az embereket, akik cipelik a zsákot, hogy hát én nem fogom tudni cipelni. És az első túrára pont úgy mentünk el, hogy nem is voltam benne biztos, hogy végig tudom csinálni. Tehát bennem volt egy olyan, hogy esetleg a felénél majd megszakítjuk. De aztán végül is sikerült, tehát végig tudtunk menni. Az ötlet, hát van egy nagyon jó barátunk, ő is majd itt lesz, Pista, név szerint is említem. Ő mindig említette, akárhányszor mentünk tájfutóversenyre, és valahol ott voltunk egy helyen, hogy ó, itt megy el a kék, itt mentünk, ott mentünk, mindig említette ezt a kék jelzést. És az ötletet viszont egy Tóth Viktória nevű lány adta, aki a Kék néven kiadott egy könyvet, amit ő diplomamunkájának szánt, és ő egy teljesen hétköznapi ember, ő csak gondolta, hogy csinál egy könyvet, és hogy az lesz a diplomamunka, és ő is végigment. És amikor elolvastam ezt a könyvet, azt mondtam, hogy hát ha ő végig tudott menni, akkor én a sportember miért ne tudnék? És tulajdonképpen így kezdődött. Az első az nagyon nagy dolog volt, tehát amikor végigjártuk, sikerült, végigmentünk, mert minden egyes túra egy nagy kihívás volt. Tehát nagyon sokszor este leutaztunk, és még este egy pár kilométer sötétbe mentünk a sátorozó helyig. És hát nagyon sokszor sok szintet kellett mászni, nagy zsákot cipelni, tehát egy kihívás volt, igen. Annyira beleszeretett a kék túrába, hogy másodjára is elindult az útvonalon, ezúttal az ellenkező irányba. Az első túra élményét azonban fényképeink keresztül most a nagy közönség is átélheti. Az első túrán általában én mindig hátul mentem, vagy nagyon sokszor hátul mentem, mert mindig lemaradtam, mert mindig megláttam egy témát, és nagyon sokszor a hátamon a hátizsák, és úgy fényképezek, tehát vannak, amikor bemozdulnak a képek emiatt, mert nincs az, hogy leteszem a zsákot, megállok. Aztán van, amikor megállunk, és én elbóklázgatok, vagy pedig amikor letáborozunk este, én hajnalban fölkelek, és akkor elmegyek, megnézem a napfelkeltét, és akkor is készülnek nagyon érdekes, szép képek. Azért csoportkép mindig kell, meg az arcok, majd a vetítésen lehet látni, az inkább egy kicsit személyesebb lesz, hogy nagyon tehát a társaság is nagyon nagy hangsúlyt kap. Amikor kevesebben túrázunk, akkor egy kicsit nagyobb hangsúlyt kap a túra. Tehát akkor nem vonja el az ember figyelmét annyira a társaság. Ha többen vagyunk, akkor azért azt már megfigyeltem, hogy akkor mindig valami történik, és nagyon sokszor ezt a fotózásra mondom, hogy egy kicsit szelektív az ember látása. Tehát lefényképezek ezt, azt, amazt, ahogy megyünk, a többiek is fotózgatnak, és a végén összevetjük a képeket, és kiderül, hogy ők egész más dolgokat láttak meg, mint én. És akkor mindig azt mondom, hogy hát ez hol volt? Ó, hát ez amikor te ott ezt fotóztad, én akkor jobbra mentem, te balra mentél, és ők egész más láttak meg. Szóval nagyon érdekes, nagyon érdekes. Most például még egy nagyon érdekes történet, hogy újra jövünk, a másik irányból jövünk. És volt egy kálvária, amit én nem vettem észre az előző túrán, mert ahogy megérkeztünk egy útkereszteződésbe, jobbra volt a kálváriának a sora, és mi csak az első stációt láttuk, és utána balra ment az út. És most, hogy balról érkeztünk, az egész kálvária sort végig láttuk, szóval nagyon érdekes volt, hogy ott álltam, hogy én ezt a múltkor miért nem vettem észre. Úgyhogy vannak ilyenek, igen.
most a második, mert most ugye újra járom, ez már, hát már sokkal tapasztaltabb vagyok, tehát már tudom, hogy mi az, amit nem kell cipelni fölöslegesen, mert mindig egy csomó dolgot fölöslegesen visz az ember, tehát tudom, hogy már mennyi az a cucc, és hát a barátnőmmel megyünk, meg a kutyával, és ez most már egy kicsit könnyebb. Itt már tudom, hogy mire számítsak, az elsőnél azért még sokszor nem tudtam. Az országos kék túra 1173 kilométer, menetideje 344 óra, de hosszúsága folyamatosan változik. Útvonala a kőszegi hegységben található írott kő, valamint a zempléni hegységben lévő hullóháza között az ország északi tájain húzódik. Nemzetközileg is elismert utazási célpontnak számít. Hazánk egyik legismertebb és egyben leghosszabb turista útja. Van kedvenc kék túra sztorim, ez pont az első túra második túrához kapcsolódik, hogy az első túrán a Városlődi kocsmába bementünk, és ott a helyiekkel egy kicsit elkezdtünk barátkozgatni, ahogy iszogattunk. Ott jöttek a fiatal srácok, és mondogatták, hogy ők milyen nagy legények, és az egyikkel készült egy fotó. És most 6 évvel később ugyanoda megérkeztünk a Betty barátnőmmel, de reggel volt. Mondtam a Bettynek, hogy figyelj, oda bemegyünk, megiszunk egy jégert, aztán jövünk. Mondom, oda be kell menni. És mutatom a pultos srácnak, hogy én már voltam itt 6 évvel ezelőtt, itt van a kép ezzel a sráccal, ránéz, azt mondja, hát ez itt törzs vendég, ez mindjárt be fog jönni. És egy pár perc eltelik, és nyílik az ajtó, és bejön a srác. Hát azt a röhögést, ami ott a kocsmában, ott mindenki nevetett, a helyiek, mi is, és mondják, srác rám néz, mondja a pultos neki, hogy hát itt van a Mónika, megismered, néz rám, fogalma sincs. Mutatom neki a képet, hát ezt nem hiszem el, úgyhogy megint készült egy kép ugyanazzal a sráccal, leveszi a pulóverét, azt mondja, ugyanaz a póló van rajtam, ami 6 évvel ezelőtt. Úgyhogy ez nagyon vicces volt ez a történet. Ez az egyik kedvencem most. A kék túrán Magyarország természeti és kulturális értékeivel is megismerkedhetnek a túrázók. Az útvonal teljesítése egyedül nagy belső utazás is, társaságban pedig remek közösségi élményt nyújt. 4,5 év volt nekünk ez a kék túra, amíg végigmentünk rajta. Úgy nagyjából az volt a koncepció, hogy minden évszakban mentünk egyet, tehát tavasz, nyár, ősz, tél, de mondjuk a tavaszi túra az mondjuk március, a nyári túra meg május vége, június eleje, tehát amikor még nincs olyan nagyon meleg, és ősszel, télen általában szállásra mentünk, nagyrészt sátraztunk, és hát hálás köszönet, egy csomóan itt vannak azok közül, akik ott voltak a túrán. A Rudi is például, nagyon sok túrán. A Rudi, a Sanya, Otília, Mozsi is volt, tehát hogy nagyon sokan, tehát sok túrán voltunk sokan. Ja, Hanna, Betty már az új túrámon, mert ugye nem fejeztem be, tehát befejeztük, de aztán Betty egyszer fölhívott, hogy bár sejti a válasz, de nem lenne kedvem elmenni vele, újra ő elindulna, és ott mondtam neki, hogy hát figyelj, lenne. És most én újra elindultam, csak most a másik irányból jövök, úgyhogy, és hát hálás köszönet mindenkinek, aki segített nekem végigmenni ezen az úton, érdekes és izgalmas volt. Csak egy kis, összeírtam egy pár ilyen információt, hogy 68 túranap volt, ez a 4,5 év, és hát az órával mértem mindig a kilométereket, összesen mi 1431 kilométert mentünk, tehát minden túra több volt, mint amennyi a kiírásban szerepelt. Mert ugye az ember elmegy, megnéz egy templomot, itt térjünk le, itt is van valami érdekes nevezetesség, tehát hogy mindig hozzáadódott még egy kis plusz. Úgyhogy ezt már a Bettynek mondom, hogy már ne úgy kalkuláljunk, hogy 23 kilométer, mert az 28 lesz úgy is. És akkor még egyet írtam fel, hogy a leghosszabb túra az 33,6 kilométer volt. Hát erősen ránk sötétedett, de nagyon sokszor úgy indultunk a túrára, hogy este, tehát délután leutaztunk, mondjuk pénteken, és akkor ott egy kicsit regenerálódtunk a helyi kocsmában, majd zsákot föl, és már sötétben elindultunk, hogy még 5 kilométert menjünk az erdőig, és akkor ott lesátraztunk. Tehát most tudatosult, hogy a képeket válogattam, hogy rengeteg ilyen éjszakai fejlámpás kép készült, és gyakorlatilag elmentünk egy csomó érdekes dolog mellett így, vagy este sötétben láttuk. Mónika barátaival járta be a kék túra helyszíneit. A nehéz felszerelés ellenére, valamint a faluház látogatóinak nagy örömére, fényképezőgépét mindenhova magával vitte. A kiállításra 40 képet hoztam el, ami hát egy kicsit ezek a, úgy mondom, hogy szociófotó, abból egy kicsit kevesebb van, természetfotóból egy kicsit több, és 3 kép van, amin összeválogattam 2-re életképeket, tehát hogy azért látszódjon, hogy túráztunk, tehát hogy nem csak
nem csak úgy fotózgattam itt ott, hanem hogy tényleg konkrétan mentünk, meg egyre összeválogattam a kék túra jelzéseket, hogy milyen ötletes kék túra jelzések vannak, ezt is érdemes megfigyelni a túrán, mert mindenhova fölfestik, akár még egy flakonra is, tehát nagyon-nagyon érdekes dolgok jönnek ki. Megmondom őszintén, hogy nekem ezek a szociál fotók a kedvenceim, amikor a nagyon romos házak, gyönyörű szép virágokkal mondjuk, vagy egy romos kerítés, tehát hogy én nekem ezek a nagyon avid, kopott dolgok tetszenek, akár egy gyönyörű szép faluban is, minden faluban van egy ilyen kopott ház, vagy egy kopott ablak, vagy egy, tehát ezek a kedvenceim inkább. 40 kép. És 4 év túrázásából készültek, mégis maradjunk a számoknál. Összesen körülbelül szerinted hány kép van a 4 évből, és hány órát foglalkoztál azzal, hogy ezeket válogass? Nem tudom, nagyon sokat, nagyon sokat. Tehát minden túra után leülök, és hát próbálom tehát hétvégén túrázunk, hétfőket szerdáig vagy csütörtökig próbálom földolgozni mondjuk a 3 napnak a képeit. Kiválogatom a legjobbakat, föltöltöm egy albumba, és megosztom a barátaimmal. Most viszont, hogy a vetítést is csináltam, ezért az egész anyagot át kellett nézni. Hát nagyon sok, tehát egy túrán olyan 1500 kép készül. És voltunk, nem is tudom hány túrán, sok túrán voltunk, 15 túrán talán, szóval nagyon sok kép készült, igen. Ebinger Mónika kék túrán készített fényképeit május 6-áig lehet megtekinteni a Faluház kávézójában és az emeleti kiállítótérben. Ne feledjék, hétvégén is számos program közül választhatnak. Például látogassanak el a Budakalászi tófutásra. Már egészen 10 órától folyamatosan rajtolhatnak, de a kísérő programok miatt is érdemes lesz kilátogatni. Köszönöm figyelmüket és köszönöm, hogy velünk tartottak. Szép hétvégét kívánok, a viszontlátásra!